Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön a Necrosz Warframe-ben, és ez a szóvit. Nos, mit kell tudni a Necroszról? Kezdjük a legfontosabb dolgokkal, hogyan kell a Necroszt megszerezni. A Necroszt megszerezni az Orokin Dereliktben lehet, az Assassination kulcsokat kell legyártani. Na de hó, mi a jó Isten az az Assassinate kulcs, mi az az Orokin Derelikt? Na hát... Az Orokin Derelict kulcsokat a marketben találjátok meg, ugye a keysnél, equipment keys, megtaláljátok, ott lesz valahol a marketben. Ha megtaláljátok az Orokin Derelict kulcsokat, mint például az Orokin Derelict Exterminate, Assassination, Capture és a többi, na most azokat szépen megveszi az ember, na most. Az Orokin Derelict Assassination-nél találjátok meg a Necrost, amit itt láthatjátok, így mutogatom, megtaláljátok a Necrost, nek a bosszát. Viszont ahhoz kell egy úgynevezett Lefantis Nav koordinát, amit szintén az Orokin Derelictben tudtok megszerezni. Eléggé ilyen 22-es csapdája, feelingje van az egésznek, de nincs para, mert le kell gyártani a többi Orokin Derelict kulcsot, mint például a Capture-t, az Exterminated, Survivor-t, a leginkább az Exterminated ajánlom erre, és ott szétvertek mindenféle kis dobozkát, és átkutattok mindenféle kis helyet, ahol tudtok, és megszerzitek a Lefantis NAV koordinátát. Ha megvan a Lefantis NAV koordináta, akkor többnyire le fogjátok tudni gyártani az Assassination-t. De azért készüljetek föl, mert nem biztos, hogy 4 menet alatt ki fogjátok tudni szedni az összes Necrosz alkatrészt. Én 7-szer mentem mind azért, hogy megkapjam azt a szisztemet, mert mindig Chasis dobott. Úgyhogy, ha olyan kedve van, kidob minden alkatrészt 3 vagy 4 kör alatt, ha nem, akkor szívás. Akkor mentek, és 1 órába kerül, amíg legyártotok egy kulcsot, úgyhogy... Valószínűleg nem egy macera megszerezni, nem hiába van benne abban, hogyha a mi klánunkban necromancer szeretné lenni, lennie kell egy necroszodnak. Nos, a necrosz bossáról annyit érdemes tudni, mint itt láthatjátok a videóban is. Novát érdemes vinni, mert lelassítja, viszont nem érdemes egyedül neki fogni ennek az egész küldetésnek, főleg azért, hogy ha akinek kell a necrosz, többen összeálltok, több kulcs, több esély és több karakter, ami kompetens arra, hogy a Necrosz bosszát legyőzzétek, de a Nova az egyik legkompetensebb, ha nem a legkompetensebb, mert lelassítja a bosszt, és több idő van rá sebzést okozni, mert ha nem, akkor gyorsan eltűnne, és eléggé egy védekező stílussal rendelkező boss. Egyben az egyik leglátványosabb boss is, legalábbis úgy gondolom, ez egyik leglátványosabb boss a Warframe világában. Na most akkor... jöjjenek a Necrosz képességei, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogyha megszerzed a Necroszt, akkor nagyon furcsa lesz, és nem fogod szeretni. Ezt most mondom, de add meg neki az esélyt, én se szerettem, és nagyon nem tudtam, hogy hogy kell vele játszani, és ezért is javaslom, hogy a Necroszt akkor szerez meg, amikor már egy kicsit tapasztaltabb játékos, hogy egy kicsit többet tudsz a Warframe-ről. Hogy miért? Azért, mert a Necrosz az megtanít játszani. A Necrosz nem egy egyszerű karakter, a Necrosznál nagyon sok mindenre kell figyelni, amire hamarosan kitérek, és ezért is nagyon óvla intelek téged attól, hogy elvidd Drakóra ezt a karaktert, és ott húzast ki egy nulláról 30-ra, mert akkor elveszíti a Warframe a lényegét. Elveszíti azt, hogy megtanulj játszani vele, hogy skillelt játékos legyen, mert a Warframe nem csak abból áll, hogy fogsz egy karaktert és képességeit használod el, és kihúzod jó OP-ra, hogy jó erős képességei legyenek. Az első karakter, amivel bebuknád mindezt, az a Necrosz lenne. És rájönne, hogy hát hogy kell ezzel játszani, és a Necrosz igazi veleje az, hogy megtanít. Figyelj erre, figyelj az életedre, figyelj a társaidra, és figyelj arra, hogy mit sebzel, és... nagyon durva karakter, úgyhogy jöjjenek a képességei. Az első képessége a Soul Punch-ra hallgat, azt csinálja, hogy egy ilyen ütéssel kiüti a lelket az ellenfélből, 500-at sebez, tehát csak. Necroszt ki lehet építeni szólóra is, amit nagyon nem ajánlok, nagyon nem ajánlok, nagyon nem ajánlok, és ki lehet építeni masszív, erős csapatjátékra, amit nagyon ajánlok, nagyon ajánlok, nagyon ajánlok, mert a Necrosz az durva ebből a szempontból. Szóval van neki a Soul Punch képessége, ami 500-ös sebesz, lehet csak alacsony, max középszint elejéig lehet őt vinni, tehát egy ilyen 15-ös szintig kiüti az ellenfélből a lelket, és megöli. Van hozzá egy augment mod, amit szindikátustól ki tudsz szedni, többek közt a Perin Sequence-től, igen,
Ugyanezzel az együttéssel, mint az erőt használnád a Jedikkel, a Midi-Gloriánok erejével feltámasztod a halott társaidat, vagyis az elesett társaidat, akire rászámol a játék, fel tudod őket támasztani. Nagyon hasznos mod, ki úgy dönti el, hogy hogyan építi ki a Necrozt. A következő képessége lenne a Terrify, félelmet kelt az ellenfelekbe és elijeszti. Na most, ha netán szólóra fognál a Necrosszal, ami gyakorlatilag az elején fogsz is csinálni, mert ki kell húzd a karaktert valahogy, és nem mindig leszel egy csapat része, szóval, hogyha szólóra építed a Necrozt, akkor a Terrify az első olyan képesség, amire támaszkodhatsz. Mit csinál? Elijeszti az ellenfeleket, 20 ellenfelet fog elijeszteni 25 méteren, 25 másodpercig 15 méterig, és lecsökkenti az armorjukat 20%-kal. Na most, hogyha szólóra mész, akkor ezt a képességet erősítesz, vagyis területet húzol, range-et, és duration-t, hogy minél több ideig tartson, és többször, kétszer-háromszor is elnyomod, főleg, hogyha egy Void-ban vagy, egy T3 Survivor-on, akkor ezt a képességet leghasznosabb nem csak saját magad részéről, de a csapatod részéről is, hogy felszedd be a társaidat, hogy szorult helyzetekben megoldást nyújtsál. Csak vigyáznod kell, mert csak 20 ellenfelet ijeszt el, és ezért többször el kell sütnöd minél nagyobb területe. Ezért érdemes területre kihúzni, többször elsütni, hogy elijesszél mindenki gyakorlatilag, hogy megold azt a problémát. Nagyon fontos. És nagyon hasznos képesség. A következő képessége a Desecrate, ami gyakorlatilag a simogatós Necrozt, ezt úgy hívjuk itthon Magyarországon, ugye, és a legtöbb játékos erre építi ki a Necrozt, simogatásra, mert csapatjátékra használják a Necrozt. Miért? Mert 60%-kal, ha simogatsz, gyakorlatilag ugyanígy az erővel végighúzol a levegőben, és életet dob, és nyersanyagot dob, és energiát dob, és mindent, tehát farmoló karakter a Necrozt, és ezért építik mindenki farmolásra. 90%-os a drop chance, és 60% az élet drop chance, ami nagyon-nagyon durván jó dolog. Na most, a két dolog van, tehát ha szólóra húzod ki Necrozt, amit nagyon nem ajánlok megint csak, akkor a kettes, és ez a hármas képessége, ami segít életben maradni nagyon sokáig. Azért, mert a kettes képességgel elijesztesz, üldözöd, lelövöd, kifarmolod, és van életed, és van energiád. És ez a két képesség kombinációja az, ami segít életben maradni, hogyha szólozni kellene. És ezért mondta, hogy a Necrozt nem egy vicces karakter, akivel csak mész és ősz. Figyelsz energiára, figyelsz életedre, figyelsz arra, hogy lootoljál, figyelsz arra, hogy elijeszd azt, akit körbevesz, azokat, akik körbevesznek, és figyelsz arra, hogy azok, akik távolabb vannak, ne lőjenek rád. Úgyhogy nem egy egyszerű karakter, de megtanít mozgásban lenni, megtanít gondolkodni, megtanít figyelni, többfelé figyelni, mert tudjátok, nagyon el lehet vele is kényelmesedni, mert ha van egy erős csapatod, más dolgod nincs, csak simogatni a levegőt, és az erő aztán mindent megold, mert a többiek megvédenek téged, főleg ha van egy frost, bebújsz a kis gömbje alá, jó kis meleg van ott, hiába frost, és akkor ott aztán simogatod a levegőt, de nem, a Necrozt-szal meg lehet tanulni játszani, utálni fogod az elején, imádni fogod a végére. És ez így marad. Na most ehhez is van egy augment mod, kérem szépen, amit szintén ki lehet húzni ugye szindikátusoktól, és ezt úgy hívják, hogy despoil ezt a augment modot, és az egyik leghasznosabbnak tartják. A gamerek nem az energiából fogja használni a hármas képességet, hanem az életből, de mivel hogy mindig lesz élet a Necrozt körül, ezért mindig tudod használni a hármas képességet. Állandóan, folyamatosan fogod tudni használni a hármas képességet, mert mindig lesz élet körülötted. Úgyhogy nagyon hasznos tud lenni farmolásoknál teljes mértékben. Na most képzeljétek el ezt a kombinációt csapatjátékban. Az első képességben benn van az augment mod, tehát egy csapásra föl tud éleszteni az elesett társaidat. Ha gáz van, el tud ijeszteni az ellenfelet. És hogyha a többiek már leölik az ellenfelet, ki tud farmolni élettel, energiával és loottal. Mindennel, tehát gyakorlatilag mindennel, ami jól esik. A Necrozt, a csapatjáték,
királya a Warframe-ban, azt kell mondjam. Van egy másik karakter is, akivel nagyon jól lehet farmolni, és ez pedig a Hydroid, mert van hozzá egy augment mod, ami 100%-os drop chance-t ad. És jó, azt kell mondjam, jobb, mint a Necros, de az a baj, hogy a Hydroid ultimate-je az csak és kizárólag max középszintig hatékony. Utána már nem öl. És ahhoz ölnie kell, hogy drop chance-e legyen a Hydroidnak, és mi hogy az és valahol a Hydroid ultimate-je jobban farmol ezzel az augment moddal több mindent, és jobban dobja a ritka nyersanyagokat is, de viszont nem lehet elvinni magas küldetésekről, magas erős ellenfelek vannak, viszont a Necros el lehet vinni, mert ott van mellette csapat, az megold számukra minden. A Hydroid is meg tudna oldani, hogyha az ultia hatékony lenne magas szinten, de nem, ezért a Necros az, aki győzne ebben az egész farm dologban, úgyhogy ezt kell mondani, a Necros a farmolás királya, őt kell vinni mindenhova. Hogyha még veszel ráadásul egy ilyen XP boostot, vagy valami boostot, loot boostot, akkor aztán végképp, szóval el kell vinni a Necros, elengedhetetlen karakter, nem hiába a mi klánunkban is az egyik kötelező karakter, hogyha szintet szeretnél lépni. Na most, az ultimate képessége, valahol egy nagyon szép látványos képesség, de egy kevésbé hasznos képesség, ugye, feltámasztja a holtakat, nagyon komoly képesség. Van hozzá egy augment mod, ami azt csinálja, hogy bizonyos százaléknyi sebzést elnyelnek ezek a feltámasztott hullák, amelyek téged érnének. Na most ugye is itt is mondja ki a lényeget, hogy attól még, hogy feltámasztod a hullákat, nem jelent számodra teljes mértékű védelmet, még simán lelőnek. Ezért ez a képessége valahol inkább elterelésre szolgál, arra, hogy így elmeneküljél a helyzetekből, de mivel ugye ott az elijesztés így gyakorlatilag valahol hasznavehetetlen, ha erőre is kihúzod ezt a képességét, akkor annál több ellenfelet támasz fel, annál több erősek lesznek, de nem az a képesség, amire számítani tudsz, nem az az ultimate képesség, amire számítani tudsz, ha igazán baj van, úgyhogy a Necros érdemes kihúzni desecrate-re, vagyis simogatásra, elijesztése. Hamarosan is látni fogjátok az én buildemet, és azt mondom, hogy ez egy viszonylag hatékony build, és nagyjából egy személyes döntés, hogy én így húztam ki. A Necros ezt találtam hatékonynak gyakorlatilag. De nagyjából ennyi lett volna a képességé, egy macera karakter megszerezni, nagyon jó karakter, hogy megtanulj a Warframe-ben játszani, tapasztalt játékos legyél, és elengedhetetlen csapatjátékos. Mindenhova keresik a Necrost, és érdemes bevenni, elvinni akárhová, mert nagyon jól el tud állni. És a játékosok is tudják, hogyha van egy Necrost, akkor automatice, vigyáznak rá egy bizonyos szempontból, ott vannak körülötte, egyrészt a farm miatt, másrészt a farm miatt, mert értékes karakter, és nem fogják nagyon hagyni elesni, hogy kiessen a játékból, mert hasznos, mert mindig dobja azt a bizonyos lootot. Na most, ennyi lett volna, most térjünk rá akkor a modolásra. Nos, rátérve Necros modolására, én úgy vettem észre, hogy egy kicsit amolyan energiaéhes fajta Warframe, úgyhogy Energy Siphont raktam be neki. Ráadásul formáztam is a Necros, tehát az aura módját formáztam, nekem van benne egy forma, azért több pontot tudjak felhasználni, mert a Necros és az Excalibur a kettő olyan karakter, aminek az aura módjának nincs polaritása, úgyhogy én raktam bele egy Energy Siphont és arra formáztam. Mit raktam bele a Necrosba? Elsősorban quick thinking, hogy azért, mert a Necros alapvetően egy gyenge karakter. Ha arra kerülsz, hogy szólózol vele, amire nem biztatlak, szóval ha arra kerülsz, hogy szólózol vele, akkor a quick thinking gyakorlatilag megállítja a Necrost az elhalástól. Amíg lesz energiája, nem fog meghalni gyakorlatilag, mert azt ugye azt írja, drains energy to stop little damage, with 240% efficiency, szóval 240%-os effektivitással állítja meg az elvérzést gyakorlatilag, mondjuk így. Amíg van energia, nem fogsz elvérezni, erre jó a quick thinking. Vitality életre húztuk azért, mert hogyha Necros harmadik képességét használjuk, akkor folyamatosan van életünk gyakorlatilag, mert életet farmol leginkább, azt kell mondjam.
Fortitude, ez is arra van, hogy jobban bírja a Necros gyakorlatilag. Ugye kevésbé fogsz elesni, és plusz 80%-kal gyorsabban töltödik újra a shielded. A Despoil az egy augment mod, amit ki lehet szedni a szindikátusoktól, többek között a Perrin Sequence-től is. Ez arra való, hogy nem energiát használ el a harmadik képesség, hanem életerőt. És közben nagyon jó is, mert ugye mivel életet termel sokat, így mindig lesz, gyakorlatilag mindig lesz életed, és mindig az életből tudod elhasználni a farmolási képességet, mert egyben Necros gyakorlatilag a farm karakternek használom. Transistent Fortitude, már én sem emlékszem, eléggé régi build-et, Tower Strength-re is rágyúrtunk egy kicsit, de mivel a Necros farm karakternek használom, így overextendedet raktam bele, hogy gyakorlatilag legyen egy hatalmasabb range-e, amin tudok farmolni, tehát egyre nagyobb range-ben tudja farmolni, és itt a stretch, amivel még, tehát megint rágyúrok arra bizonyos range-re, főleg azért, mert hogyha a Necros viszek, akkor a féle mesa meg meg mellé szoktam vinni, és a mes és a meg neki is általában ma nagy területen tudnak művészkedni, és a Necrosnak is be kell érni ezt a nagy területet, úgyhogy hogy mindenhol tudjak gyakorlatilag jól farmolni energiát, életet, kreditet, stb. Ahhoz gyakorlatilag a stretch és az overextended nagyon jól tud lenni. Lehetne egy ettől jobb buildet is, és kiegyensúlyozottabb buildet is csinálni, de úgy vélem, legalábbis én úgy vélem, nincs szükségem a kettes képességét. Ritkán használom, mert ritkán van rá szükség, mert Necros csak csapatban használom, és efficiency-re nincs annyira szükség, mert itt a Despoil, és szinte csak a harmadik képességét használom. A range-re van szükségem, az erőre sincs nagyon szükségem, mert nem nagyon használom az ultimate képességét, amúgy se egy nagyon nagy szám az a bizonyos ultimate képesség. Nos, modolás tekintetve ennyi lett volna a Necros, remélem, hogy tetszik ez a karakter, és a következő videóig. Sziasztok!